Isten hozott itthon Dabason, sikeres bemutatkozás ezzel a győzelemmel, ugyan te még nem ülsz a kispadon az eltiltás miatt, de milyen volt? Van még hangod? Hát hangom már nem sok, hál' Istennek, igen, mondhatjuk, hogy hazatértem. Ha nem is a kispadon, egy szinte fölötte, de a jövő héten már a kispadon. Egy nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl, tehát tudtuk azt, hogy jó csapat a Szekszár, tudtuk, hogy az első fordulóba a lélek fog úgymond dominálni, tehát nem is a szép játék, hanem aki jobban akarja a győzelmet. Hál' Istennek jól kezdtük a mérkőzésen, és a második fél idő eleje az nem úgy alakult, ahogy terveztük, de a végén egy szép lövés mi oldalunkra billentette el a mérleget. Össze a társaság, tehát az utolsó másfél hétben alakult ki a végleges keret itt, ami még nem megy gördülékenyen, az emiatt lehet. Igen, a nézőink nem tudják talán, de a Kecskemét csapata az EB2-ben megint csak hízott tőlünk játékosokat, ami öröm az örömben. Hogy sikerült a pótlás, kik érkeztek? Jól sikerültek a pótlások, érkezett Iváncságra a Domokos Bálint, nagy erősítés, illetve Puskás Zoltán, mi is kaptunk Kecskemétre és a 60-i Danit, úgyhogy jól sikerült erősíteni. Gyere, 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 gyere! Ferdi, tengelj be, befelé! Szép gólt lőttél kapásból. Milyen volt ez a mérkőzés számodra belülről? Nagyon szépen köszönjük. Megmondom őszintén, készültünk az egész héten már. Tudtuk, hogy mit fog játszani a Szekszár. Megbeszéltük ugye, hogy oda fognak lépni egyből, ahogy nálunk van a labda. Hát ez sikerült úgymond kijátszani. Brusztos meccs volt, szerintem látszott kívülről is. Úgyhogy ennyi. Mi lesz a következő lépés, hova megyünk? Jövő héten megyünk Hódmezővásárhelyre, egy kellemetlen ellenfél ellen fogunk játszani, tehát az is egy nagyon-nagyon nehéz mérkőzés, de hát megpróbáljuk megtenni a tőlünk a legjobbakat.